Egyelőre azt gondolom, hogy teljesen jó a bajnokság, hiszen jól megy a csapat, és bejutottunk a legjobb 8 közé. Ez a legfontosabb, és ilyenkor nyilván mindig minden sokkal szebb, és sokkal jobban működik. Hát meg vagyunk elégedve a szervezéssel, minden rendben van, adottak a körülmények, a feltételek ahhoz, hogy normálisan fel tudjunk készülni a mérkőzésekre, úgyhogy minden rendben van. Nyilván az Európa-bajnoksághoz képest ez egy könnyebbnek mondható világverseny, mert ugye több nem európai ország van, és hát a kézlabda legfőképpen azért az európai országoknak volt idáig a kézlabdája, viszont most már a nem Európából érkező csapatok is, a nem Európából érkező csapatok is nagyon jól kezdenek játszani, és nagyon erősek. Tudjuk, hogy a francia válogatott az esélyese a mérkőzésnek, és tudjuk azt, hogy közel tökéletesen kell játszanunk ahhoz, hogy mi meg tudjuk verni a francia válogatottat, de adott a lehetőség, és eddig a csapat jól megy, jól játszik, így azt gondolom, hogy ha tényleg azt a formánkat tudjuk mutatni, amit eddig, akkor meg lehet fogni a francia válogatottat. Esély mindig van, hiszen itt vagyunk még mindig, és nem mentünk haza, és megvan a lehetőségünk arra, hogy francia válogatottal játszunk a 4 közé jutásért, úgyhogy lehetőség mindig van, adott a helyszín, a bajnokság, úgyhogy megpróbáljuk. Igen, mondhatom, hogy más, meg mondhatom, hogy a tavalyi Európa-bajnokság is más volt, mert a csapat nagy rész kicserélődött, és sokkal fiatalabbak vagyunk, viszont úgy gondolom, hogy ez a fiatal válogatott még sokra lehet hivatott, és jó eredményeket érhet el. Hát igazán őszinte leszek, nem gondolkodunk azon, hogy mi lesz a 4 között, mert még egy nagyon-nagyon hosszú és nehéz 60 perc áll előttünk a franciák ellen, úgyhogy nem szeretnénk ennyire előre. Hát az, hogy köszönjük szépen, hogy így rendben zajlik a bajnokság, és hát örülünk neki, hogy mindenki egészséges.